Az idők kezdetén a mélységes sötétségben, a mozdulatlan térben Jotengrit, a mindent átható Isten pihen, majd megmozdul és teremt. Kísérletei a teremtése egyre finomodnak, és egyszer csak megszületik belőle az ikerörvény, mely magában hordozza a fejlődést. Így ő áthatja a jelen világunk minden részét. A régi idők mélységes kútja elménket miért vonza? Az idők mélységéből az igaz szólások, az arvisúrák rovásírásos kötelén felhúzunk néhány részt. Egy átélt történelmet, amely az emberi élet szépségét és lényegét is feltárja előttünk. Most szólaljon meg ennek egyik elindítója, egy nagyszerű égi aranyasszony, Anyahita. Drága fiaim! Ma az idők mélységéből ismét szólhatok hozzátok. Nézzetek szívetek mélyére, az ott rejlő igaz gyönyörűségre, és mint őseitek közül jó néhányan, ilyen szívvel dolgozzatok mások, és így önmagatok javára. Ne járva közelítsd Istent, mert nem leled sehol. Nézd magadba, kövesd őt bensődben, kövesd érzelmeiddel, kövesd tekinteteddel és eszeddel. Járd az utat saját belső végtelen térségeidben. Az út végén megtalálod őt, és ha megtaláltad, te sem vagy többé, ő sincs többé, mert egy leszel vele. A növényeket, állatokat, embereket a bennük rejlő különbségek miatt ismerheted fel. Ha viszont azt nézed, hogy mi a közös bennük és benned, akkor rádöbbenhetsz, hogy alig van különbség köztetek. Ez azért van, mert minden lét alapja az egy, egyből kettő, kettő meg egy. Ez a lét négygerezdes alapköve, minden lét lényege. Kinek-kinek minden porcikájában, minden vércsepjében benne van. Minden szabad, ami nem árt másnak. Ne bánts, ne árts, Isten tápolj, segíts! Őseink mélységes tudásukat mind a mai napig továbbadták. Ez a tudás és szellemi erő máig is segíthet minket, hiszen bennünk élnek. Rábaközi öregtáltos Máté Imre bácsi éppen most szólít minket. Figyeljünk szavára, és ő segíteni fog bennünket az élet kavargó forgatagában. Fiaim, szívetek hallja meg Jotengrit szavát. Egy, egyből kettő, kettő meg egy. Istenének lovat nyerzel ősi hű népe. Szent kis pillanat, mennyei láng, bújtatlan gyulladó, oltatlan aladó, magyarok Istene oltalmad minket. Nagy tenger ég, lángjával ég, lelkünkben Isten szent. Mink ő benne, ő mi bennünk végtelen időben. Örvényben balra, örvényben jobbra jutunk az évig szentően. Az ég fiai. Az égi lovas Isten fia, Level.
A régi időkben a nagy hős Má, avagy Matyó a lovas nemzeteket ismét egyesítette. Halála után istenné szellem testesült, és tovább segítette az éjfeszítő lovas nemzeteket. Fiaink ezért Mátőn istenként tisztelték. Leszármazottja Level, kinek életútját a Mágur, azaz a Lószövetség mondája beszéli el, és egyben elmeséli a mai magyarság keletkezésének történetét is. Miután a nagy Kagán, alpaslán fia Buda meghalt, és a nagy Hun szövetség széthullott, Level lett a fejedelem. Két támasza volt. Izbor, a székely, azaz Gimbellár fejedelem, és Acsád, a Kangárbesenyők vezére. Nagy fejedelem volt ő, mert a nemzeteket nem erőnek erejével hajtotta uralma alá, hanem azok maguktól kéreckedtek oltalmába. Ugyanis kelet felől új, meg új hadak érkeztek, mert ott sivatagok vettek erőt erdőkön, mezőkön. Level nemzetsége pedig Mátün, az égbe szállt nagyhős nemzetsége volt. Ezért tőle várták az ífeszítő lovasnépek közös akaratra vitelét. Kezdetben Level két nemzetet igazgatott. A Szabírtőről eredő avarokat és testvérnépeiket, valamint a Gimbellár eredetű badzsikokat. Amikor Level törzsei nyugatabbra költöztek Aszuov, azaz Jászlak közepébe, egyesültek az ottani ászokkal és szigitekkel, vagy más néven szkítákkal. Ezzel háromra emelve a nemzetek számát, akikből később a magyar nép sarjat. Level annyit ügyködött, fáradozott nehéz országlásban, hogy nem maradt ideje asszony után nézni, pedig igencsak unta már a legény életet. Bár aranyos palotájában számtalan fizetett asszonya élt, nem lelte kedvét bennük, mert igaz feleségre vágyott. Elment tehát anyjához Anikhoz és új férjéhez, Acsád Kangárbesenyő vezérhez. Acsád, aki Má halála után vette nőül Anikot, nagy gonddal viseltetett Level iránt, és mondá is neki nem egyszer. Szorongattatástokban kardot rántottam értetek, és nem egyszer csatáztam saját besenyő véreim ellen miattatok, de unokáról, ki nyomdokodba léphet, magadnak kell gondoskodnod, édes gyermekem. Bizony ideje volna már. Fiam, a környékünkön csupa rokon nép lakik. Gimbellárok, bolárok, kangárok, badzsitok, csuvasok, szavardok és hunok számtalan neme. Évszázadokon át keresztülkasul házasodtunk már velük. Ezért, ha jó asszonyt akarsz magadnak, világgá kell menned érte. Sütök néked hamuba sült pogácsát, és virrasztok érted, míg utadat járod. Level maga mellé vette 77, azaz 77 legjobb legénypajtását, és átkelt az Etil folyó jobb partjára ott, ahol három főága egyesült. Túlparti pagonyban egy szépséges gímszarvast pillantottak meg. A legények nyomban utána eredtek. Ám Level megérezte, hogy ezt a szarvas soha el nem ejthetik, hiszen ez egy szellemszarvas, anyja a Gimbellár népének a szent őse. Így történt, hogy az ünő minden hajnalhasadtával feltűnt a közelükben, 48 napon át csalogatva őket az Etil mentén délnyugatnak, majd a 49. napon egy domtetőn megszólalt embernyelven, hites dalban.
Nem vagyok én ölendő vad, nem vagyok vadölő vad sem. Szarvam gyulladgyújtatlan, lángjal szikoltatlan. Szól a fűben a harés, asszony vagyok magam is. Nem fog rajtam bűbájátok, anya vagyok ős anyátok. Ekkor leveléstársai vizet csobogtattak a földre, majd pajzsot olvasztván vasorú bábút, azaz fémoltár szobrot emeltek látomásuk helyén. Ama föld pedig Gyul királynak a földje volt, aki a fehér belárok vezére. A belárok és a szavarok ide pedig a nagy kagán, Buda révén kerültek, kit meghódított népei hízelkedve Attilának neveztek. Legkedvesebb népeit pedig azért telepítette erre a helyre, mert tartott tőle, hogy a tengertáji szolganépek az aggályokkal szűrhetik össze a levet. A szavarok nagy sokaságú nép volt, bár soha nem éltek egyetlen fő vezetése alatt, de népük az írott kőtől az altáig közös egységet képviselt. Mikoron level Gyul király földjére ért, az első szavarok, kik Baján Kagán idején élték fényüket, már rég átkeltek a Kárpátokon. Level a helyükön agbelárokat és szigbéli népeket talált. Level az ő legénypajtásaival épp a Gazány Kagán városának közelében ért le az Etil mentén, de nem botlott senki fiába, mert erős bűbáj óvta őket. Tábort ütöttek tehát, ettek, ittak, majd pihentek. Míg a legények pihentek, Level egy nagy lápos erdőbe sétált. Az egyik tisztáson két ifjú küzd életre, halálra. Kik fiai vagytok? Mi nevetek? Meg mi fenének karcolgatjátok egymást? Új Tigor és Kúj Tigor volnánk, cserkesz fejedelem fiak, Adügei kes sarjai. Nem haragból bajlódunk, hanem Gyul király egy szem leányáért küzdünk életre halára. A leány gyöngyvér annyira szép, hogy hozzá képest az igaz gyöngy is csak nyúltojásnak látszik. Nem volna é okosabb a lányjal szót váltani, hogy dönteni elő? Errefelé nem szokás a leányokat erről kérdezni, az apjának meg mindegy. És azt mondta még nékünk, amelyiknek nyakán marad a feje, az viheti egyetlen leánya. Azt is elmondták a cserkesz úrfiak, hogy gyöngyvér kisasszony ebben az erdőben szokott hetet hét társával a tündérek tavára járni fürödni. Ők már nem egy alkalommal meglesték őket, ezért is vesztették el józan eszüket. Az asszony féle nem jószág kölykök. Illő, hogy ő dönts el, kinek most a maradék életén át a gatyáját. Gyertek a táboromba, és megvendégellek titeket. A táborban ételt és italt adott a két cserkesznek, majd mesélt nékik a szabirok lendvirágszemű leányairól, kiknek párja nincsen a föld kerekén. Beszélt az avarok Gimbellár anyáktól született gyönyörű szederszemű leányairól, valamint a kangárok holdvilágtalan sötét éjszemű leányairól, kiknek páratlan szépsége messze földön híres. Alaposan föl is csigázta az ifjakat ezzel, akik ezután alig várták a pitymallatot, hogy útra kelhessenek a sok szép leányt megkeresni. Level legénypajtásaival megvárta az alkonyt, amint a hold felszállt az égre, szép csöndesen elindultak az erdőben. Az erdő talaja vizenyös volt, lovaik lépte nem zengette meg a földet.
Az ismeretlen, sötét úton lassan, csendben és óvatosan mendegéltek, míg távoli zene szó ütötte meg a fülüket. Mikor a zene forrásának a közelébe értek, a lélegzetük is elállt, midőn a sok mesztelenül fürdőző lányt megpillantották a tündérek tavában. A leányok mulatoztak, lubickoltak, a tündérektől tanulgatták a tündérség sok dolgát. Ukkó Isten anyánk, irgalmaz! Végy vizet a tenyeredre, és foszlast fölleggé, takard el a holdat! Ukkó anyánk, szeres minket, bűbájodat a szívünkbe, tündérségnek csinja bínja, hattyú szárnyát beragyogja. Ukkó anyánk, szeres minket, bűbájodat a szívünkbe, tündérségnek... Máig sincs a magyar nőknek párja a világon, hiszen a nemzetet fél tündérekkel alapozták meg. Levelnek sikerült elkapnia Gyöngyvér király kisasszonyt és a nyeregbe emelnie, de ha vadmacskát fogott volna, akkor sem kapott volna annyi ütést, harapást és karmolást. A leányok pedig azért karmoltak, haraptak, rukkapáltak ennyire, mert azt hitték, a gazányrablók ütöttek rajtuk, akik kalafakterokkal is kereskedtek. Ezek kezére jutni pedig rosszabb volt a halálnál is egy jóra való leány számára. A legények ennek okáért imigyen csitítgatták a leányokat, kiki a magáét. A madárnak fészke vagyok, szeretlek kislány nagyon. Farkas voltam, bárány leszek, minden kedves szerint teszek. Hajj bizony, rád bízom az életemet. Rigó szállott a fűzfára, nem vagyok akárki leánya, bárki legényésem leszek, életemtől búcsút veszek, haj, bizony meghalok inkább. Ha meghalnál szép csillagom, nekem sem virradna napom, sírod halmára borulnék, bánatomba belehalnék, haj bizony meghasadna szívem. Ez a beszéd már tetszett Gyöngyvérnek, nem karmolt többé, miközben lassan Level táborába érkeztek. Ahogy Gyöngyvér megpillantotta, Level sátrán a napos holdas lófarkas boncsokot, már tudta, hogy nem akárki fiával sodorta össze a sorsa. Tudod-e, ki vagyok én? Szolgáló a király istálójában. Én fejem a kecskéit. Megérett a fána, megy. Nekem kislány egyre megy. Ki volt apád, ki anyád? Hunyhód volt, vagy palotád? Csak öleljél, csak szeressél. Zár szívedbe, kisevessél. Haj, mert szerelmem észti szívemet. Ez már igen-igen megtetszett Gyöngyvérnek, megenyhült és bevallotta, hogy ő bizony Gyul király egyetlen leánya. A leányok mind lecsillapodtak, és gyógyítgatták, amit lehetett. A megtépázott füleket, összekarmolt pofákat, kiki a saját legényéjét. Level üzen Gyul királynak, hogy küldene tüstént hetet hétrend díszes, és legalább egyrend még díszesebb ruhát, ha nem akarja, hogy leányát, meg annak pajtásait mesztelenül vigyék a lakodalomba. Gyul király hamarosan meg is érkezett, de nem ám csak a ruhákat hozta, hanem vitézei színejavát is. A sereg láttán Level és legény pajtásai nyomban felhúzták az íjaikat, Gyul király vitézei szintén így tettek. Apám, békéljen meg, mert már minden úgy is megesett. Nagy kár volna vértontani a gazányok zsarnokságának megkönnyítésére. Látom jelvényeidből, hogy te nem akárki vagy, és nem akárki fia. Beontsuk hát fölöslegesen vitézeink vérét. Vívjunk meg egymással, máfia Level. Küzdjünk, ahogyan a tátosok küzdenek. Gyul király vörös bikává változott, Level kék bikává.
küzdöttek, küzdködtek, de sehogy sem bírtak egymással, sőt már úgy tetszett, hogy a vörös bika győz. Ekkor Gyöngyvér egy fűzfaágat vágott, és üti-veri a vörös bikát, aki a hetedik ütése feladta a harcot. Gyöngyvér, ezután boldogasszony anyánk vasorúja elé borulva, hálát adott az egeknek, hogy ez így történt. A szobor lába előtt erre egy forrás fakadt, és a keletkező kis tóban egy szépséges tavirózsa nyílt. Te vagy hát, akit megjövendöltek. Te fogod majd össze Magyurba, azaz lovas szövetségbe az így feszítő lovas nemzetek szabadjait, és felszabadítod rabjait egy nemzetté kovácsolva. Ez az erős nemzet, míg hű marad Mátünhöz, az égben lakó istenhez, erőt nem vehet rajta senki és semmi. Lányom, bizony jól tetted, hogy férjed segítségére siettél. Ahol az asszony kimarad a harcból, kimarad a döntésből, a gondolkodásból és a cselekvésből, ott elveszik a fajta. Váljunk hát egy nemzetté! Ahogy ebben megegyeztek, Level hazavitte Gyöngyvért nagy nász népével, de heted hét vitézét hátrahagyta. A vitézekhez odaköltözött mindkettőjük atyafisága. Eképpen alkottak új törzset, melyet később a fehér belárok nyelvén Jeninek, azaz újnak neveztek el. Level visszaérkezve Szabil hazájába, a fehér bolárok kíséretében az országát gondokban találta, mert távol léte alatt nagyon megsokasodta. Ezért fele népével útra kelt, másik felét pedig az óhazában hagyta öccse, Bád Baján vezetésében. Amint a csuvasok mellett elvonultak, akkor csatlakozott hozzájuk Attila két további nemzete, a Borsán meg a Darhán, mert Levelben Mátün testet öltött szellemét látták meg tátosaik. Útjuk során belebotottak még Kujtigur és Kujtigur hadába, kik szintén Levelhez sodródtak. Így nagy haddal érkezett Level Aszuhovba, ahol nagy szükség lett az új hadakra, mert Gyul király két fia, Kürdak meg Magrad megkülönbözött egymással. Magrad elvonult a nép egy részével az Aldunára, Kürdak meg csatlakozott Level szövetségéhez. Az így létrejött országot pedig Aszufló Szavarnak nevezték el. A Gazány Kagán annyira megszeppent az új erős hatalomtól, hogy többet nem is jelentkezett adókért, hanem elkezdte dicsőíteni őket, és a biztonság kedvéért árkot ásatott Level országának határában. Gyöngyvér nagyasszony egy fiúgyermeket szült, akit Levednek neveztek el. Amikor felnőtt, feleségül vette a Gazány Kagán leányát Karagült, magyarul Fekete Rózsát. A Kagán békét akarta magyarokkal, de azért szerette volna behálózni őket a birodalmába. Karagül nagyasszonnyal rengeteg szeredás pap, azaz garabont is érkezett. Ők minden csak fizetségért csináltak, még esőt is. A hatalmuk így egyre nőtt. Ezért fogadta be a Gazány Kagán a zsidókat, hogy megpróbálja letörni a szeredás papok egyre növekvő hatalmát. A papok védekezésül megpróbálták fellázítani a népet, de azok viszont a szeredás papoknak estek. A gazányok erővel összetartott népei ekkor elérkezettnek látták az időt, hogy lerázzák a Kagán igáját, de leverték őket. Két vezér, Karán meg Kurbád nemzetségeikkel Leved oltalmát kérték, a Kagán pedig nem mert újat húzni a magyarokkal. Karán kabarvezér volt, a jövendőbeli híres búcsúvezér ükapja.
Mádőn, a magyarok istene, velünk van, velünk él, velünk hadakozik. A levet vezette lovas népek megidézik Mátőn szellemét. Minden isten olyan erős, mint amennyire hisznek benne, mint amennyire szítanak hozzá népei. Ti azáltal szítanátok hozzám, ha nem fogadnátok bé szívetekbe más isteneket, hanem követnétek a törvényszavát, amely azt mondja. Tartsatok össze, legyetek egymásért is, ne csak önmagatokért. Ne rugaszkodjatok el a természettől, a fajta természetétől se. Mert egyik nemzet ilyen, a másik olyan. Ennek ilyen erkölcs való, a másiknak amolyan. Továbbá ne feledjétek, ami tegnap jó volt, máma csak elviselhető, holnap meg elviselhetetlen talán. Mindenről a saját idejében, saját környezetében bizonyosodik be, hasznosé, károsé. Ennek megítélésében az oktalan kövesse az okosabbat. Csak egység legyen, mert minden széthúzás az én erőmet gyengíti, ki oltalmazó istenetek vagyok. Leved megerősítette országát, más népeket nem háborgatva, csak néhány északi szláv népet vett szigorú pártfogásába, mert ezek sokat éheztek, ezért lopni és rabolni jártak. Leved megtanította és kényszerítette őket földjeik megművelésére. A földművelés és kertészet tudományát őseink régi hazájukból hozták el. Leved idejében szántóik és földjeik virágoztak, gabonájukat az aggályok szívesen vették. Virágzott a kereskedelem is, sok néppel kereskedtek, aggályokkal, örményekkel, kalefakterokkal, belárokkal és bolgárokkal. Leved tekintélye a varék tengerig terjedt. Ez Aszufló Szavard országának, a Malgor Szövetség kezdetének, a magyar nemzet csírájának a története. Aki nem hiszi, gondoljon mást, vagy járjon utána. Aki jobban tudja, adja elő jobban. Mi így tudjuk, mert a három ős így hagyta ránk. Az égi sólyom fia Álmos. Egy fényes turul száll alá a földre, a Kaszpi nagyvíz mellett élő lovas népek szent területére, a Kuma folyópartján elhelyezkedő pusztaszerre. Itt ősidők óta férfias küzdelmekben for ki a vezetők személye. A legjobb lovas népek táltosai küzdenek meg egymással, az 5 éves sámán képzés végeztével. Hey, hey! A lovas versenyt a Megyertörzs ifjú táltosa, a tiszta szívű Edemen nyerte meg, aki más erőpróbákon is jól szerepelt.
Az este közelettével a pusztaszeri táborban a versenyzőket és a közönséget is bőséges vacsora várta. A vacsora előtt egy táltos asztali áldást mondott. Bort, búzát, békességet, mindnyájunknak egészséget. Áldjuk Isten, ki megadta, annak is, ki ölbe kapta. Tiszteljük, ki megdolgozta, egek áldását reánk hozta. Az isteneknek áldoztál, amikor vizet öntöttél a földre, és húst dobtál a tűzbe? A jó istenek nem várnak áldozatot, mert utálják a hízelkedést. Ha korsainkból mielőtt innánk, vizet öntünk a földre, ukóanyánk nevét hívva, nem ajnároljuk őt, és nem engeszteljük, hanem magunk közül valónak számítjuk, családunkba ősanyául hívjuk. Egy ő velünk, és mi ő vele. Ha hét fából tüzet rakunk égföld tiszteletére, akkor sem engesztelünk, akkor sem ajnárolunk, akkor sem andalgunk isteneinknek, hanem gönűz Isten atyánké a tűz, ukóföld Isten atyánké a fa, és kettejüké a parázs, a lángolás. E tűz melenget minket, és közénk való. Tűzáldásunkkal, áldomásunkkal, az ünnepek és jeles napok étkeiből áldozva, csupán bizonyságot teszünk arról, hogy nem szakadunk el őseinktől, átvesszük, továbbadjuk igéiket, tovább visszük teremtésük láncát, jóra, nemesre törekedve. Áldozásainkkal hívjuk szellemeinket, hogy legyenek közöttünk, velünk, értünk. Mert a vétkedet még 10 000 áldozattal sem tudod jóvá tenni, az sem Isten, sem ember nem mossa le rólad, csak is tetteit tehetik jóvá. Akit megbántottál, engeszteld, akit megkárosítottál, kártalanítsd. És most kis virág szaladj, várnak a barátaid és a finom vacsorád. A vacsorát követően táltosok a fősátorban gyülekeztek. A közönség bátrabja a fősátor körül foglalt helyet. A táltosok a boróka füstös tűz köré ültek, és elrévültek. A körben állók még pisszenni sem mertek. Majd a táltosok szellemi erejüket összemérve megmérkőztek, fénytestű lények képében. A fényes turul győzött? Igen. Lőjen, lőjen, bedemel, csatabál és szemmel jelen, negyed álmányos! Hát kezdődjék a mulatság és a tánc. Másnap az ünnepségen a 24 hun törzsszövetség képviselőinek jelenlétében beiktatták az új magyar főtátost, Edement. Atya, negyedik Csaba, anyja Aracsilla, a korezmi fejedelem lánya, a szamarkandi uralkodóház minden gazdagságával. Edement édesanyja révén az ujgurok, a kosok népének fejedelme is. A 792. év fősámáni vetélkedőjének győztese, a Megyer törzsből származó Edemen. Tisztességes versenyben minden társát felülmúlta, így a Magyar Törzsszövetség fősámányává vált. Ennek megfelelően öltöztessük át ünnepi díszbe, áldásom adom rád, és mindenben segíteni fogunk. Ígérem, hogy mostantól minden erőmmel a 10 nyíl és a 24 hun törzsszövetséget szolgálom.
Edemen tehát 792-ben átvette a szellemi hatalmat, így a megyertörzs sérthetetlen és kiemelt fősámáni törzsé vált. A 10 nyílt törzsszövetség gerincét a kabartörzsek adták, és vezetőik gyakran a 24 hun törzsszövetségnek is vezetőivé váltak. A Magyar Törzsszövetség megalakítását az ordoszi öregek tanácsának parancsára kezdték el az ataiszi ős magyar hitvédelmére. Ennek végrehajtói Mirina beavatott fejedelemasszony, a vantói fejedelem leánya és férje Káma, a mansi törzs fejedelme. Káma és Mirina azt gondolták, hogy a majdani Magyar Törzsszövetségnek nem szabadna részt vennie hódító kalandozásokban, hanem kellő időben független államot kell alapítania. Káma és Mirina fia magyar, ősei nyomdokában járva a kabarvész utáni időkben olyan törzsszövetséget hozott létre, melyet nem seperhet el még az idők vihara sem. A magyar szó jelentése pedig békességre törekvő, egyisten hívő emberek. A 800-as évek elején a magyar és magyari törzsek a 10 nyíl szövetsége titkos tanácskozást tartott. Edemen, mint főtáltos, és felesége Embavér, a szövetség aranyasszonya vitte a szót. Édesapám IV. Csaba halála után második feleségének, damaszkuszi Annának a kezébe került a hatalom. Ekkor kegyetlen hívei a sémi népekből ellepték az egész kazárbirodalmat. Sokat ármánykodnak, nagy vagyont harácsolva. Az arabok ellen a mi törzseinket délre rendelték, sokat harcolunk ellenük. ...792-ben az arabok, mint a pápa szövetségesei, Damaszkusznál szörnyűséges népirtást követtek el rokonainkon, a kaszu népeken. Amikor az elrejtett kincsekért apám visszatért, ott érte utol végzete. Azóta is a mi törzseink fogadják be a menekülteket, és védik fegyveresek sokaságával a határokat. Ekkora már Nagy Károly bekebelezte Isztriát, és még tovább nyomult. Az avarokkal szövetségben lévő bajorok következtek sorra, majd szemet vetett a gazdag avar területekre is. Az egyesített frank sereget már felkészülten várta második Jenő magyarkai hadvezér, és az Encs-Ibos folyónál megsemmisítette őket. Ezután visszarendelték a Kaukázushoz, mert a mórok Magyarkánál megtámadták Edement. Ezt követően összefogtak a longobárdok a kordovai emír testőrségével, majd az elbántuli szlávokkal és a szász fejedelemségekkel. Így támadtak rá boroszló iglómenti avar őrségekre, akik keményen állták a sarat. A segítségük rendelt széki hun tömények itt is felmorzsolták a támadókat. A jól működő határzár miatt erről nem értesült Nagy Károly, ezért két hónapi kényszervárakozás után az avarok égi birodalmára tört. Avar testvéreink Edemen fősámán tervére minden élőlényt és terményt elszállítottak Pannonhalma, Győr, Veszprém és Kanizsa térségéből, és falvaikat is felperzselték. Ezért az élelemhiány miatt legyengült főhadtest a Véres Dunában találta meg az elpusztult északi sereget. Ennek hatására tett fogadalmat Nagy Károly, hogy soha többé nem támad Avaria földjére. Ekkor felszólalt a beavatottak fejedelme, a harcias nyíktörzs vezetője is. Mi az ősi ataiszi népek egyik törzsszövetsége vagyunk, a 10 nyíl népe. Az ataiszi testvérnépeinkkel a mai napig szövetségben élünk. A fősámáni megyertörzshöz sok ífeszítő nép csatlakozik testvérnépként. A nyugati frank és a déli arab harcok miatt elköltöző avar, kaspivári és kaszu harcosok jelentősen megnövelik katonai erejét. A magyar törzsszövetséget mi, a beavatottak is segíteni fogjuk minden erőnkkel,
átszervezzük a Hun birodalom népeinek szálláshelyét és katonai erejét. Az utolsó, nagy eljegesedés óta eddig már négyszer hajtottunk végre Hun ősföld megerősítést a melegvizek birodalmában a Kárpát-medencében, amely a hunok ősi földje már sok tízezer év óta. Az elsőt Krisztus születés előtt 4020-ban Úzon fősámán hajtotta végre, 100 jól képzett sámán segítségével, visszanemesítve az ott lakó ősi huntarkos népeket. Ezután 20 évenkénti rendszeres rokonlátogatások következtek. Balog, a kazahun lovas fejedelem időszámításunk előtt 3880-ban már 7 törzset talált itt, akik megválasztották a melegvizek birodalma vezetőjének. Székhelye Debrecen városa volt. Teltek múltak a békés évszázadok, de egyszer a kínaiok ordoszra törve megszegték a több száz éves béke és rokonság szerződést. Válaszul időszámításunk előtt 1112-ben a Műjáki csatában a hunok győzelmet arattak a kínaiok felett. A Hun birodalom ezáltal óriássá vált, amit 3 alvezérségre osztottak fel. A második Hun ősföld megerősítését Krisztus születésről 800-ban Pannon Pársziszkíta vezér vitte véghez 10 000 Hun lovassal, mivel az ataiszi Eskuló népét az atlantiszi geriberi görög népek szorongatták. Eskuló egyisten hívő édesanyja után Szumír, édesapja után Pársziszkíta származású volt. A harmadik Hun ősföld megerősítést 435-ben Buda és Attila, a 24 Hun törzsszövetség fősámánja és fővezére teljesítette be több mint 500 000 harcossal, áttelepítve az élettemplomát a veszélyessé váló ordoszból Budára. Az élettemplomának 400 és 435 között megépített alsó, középső és Budavár építményeiben 666 nap alatt helyezték el azt a nagyszámú könyvet, amelyek Karnakból, Ataízból és Ordoszból származtak, és az emberiség tudását hordozták magukban. A negyedik Hun ősföld megerősítést 570-től Bád Baján Avarkagán vezette, Ilona törzseit erősítve és az élettemplomát védve. Így jött létre az avarok égi birodalma. Most pedig mi, a Magyar Törzsszövetség, megtesszük ezt 5-5-ször is, a 24 Hun törzsszövetség jóváhagyásával, az élettemplomának visszatelepítésével. Hadszervezetünk világszínvonalú, hadi harcászati tudásunk nagy. Gyermekeink hamar összenőnek a lovakkal, és így a lovaglás már kicsikoruk óta a vérükben van. Ezért a lovasíjász harcosok törzseinknél természetes módon létrejönnek, még más népek zsoldos seregei ezt nem tudják megvalósítani. Harcosaink vérében isteni tűz lobog. Jó tengri, te györökejünk, mert belőled vagyunk, te benned, te meg a világ egyik legütőképesebb és legmodernebb haderejével rendelkezünk. Földrészeket átfogó, nagyon alaposan kitervelt katonai lépéseket hajtunk végre. Építészeti, oktatási, hadi, mezőgazdasági és kézműipari technikánk igen magas színvonalat képvisel. Vezéreink rendeleteit emberei megértik és maradéktalanul végrehajtják, ha szükséges, akár generációk során át, mivel szívükben egyek vele. Szövetségünk népei andaságban, vértestvéri viszonyban élnek egymással.
Ütközetekben kifinomult taktikákat, jelzőrendszereket és az ellenséget kifárasztó ravasz módszereket alkalmazunk. A lovasi jársz harcmodor kifejlesztése, a harcra idomított lovak, a nyereg, a kengyel, a visszacsapói és a vértezet, valamint a páncél is népeink találmánya. Nem csak ostromgépekkel, bőrladikokkal, gyújtó és zengőnyilakkal, hanem a hadszintéri rendszeres tisztálkodáshoz használatos, hordozható bőrfürdőkádakkal is rendelkezünk. Seregeink hadiellátását még az anyaországban előkészítjük, és így egy harcos akár több hónapi élelmét viheti magával tartaléklovakon, bőrholyagokban, porhanyított formában. Mivel nem szükséges a hadi utánpótlás, csapatmozgásuk ezért gyors és nagy távú. Népeinket a közös eredet, vezetőink magas szellemi, erkölcsi példája és útmutatása tartja össze akár a testvéreket. Ez tovább erősíti közös ünnepeink és a hétköznapi élet minden részlete, törvényeink veleje. Minden szabad, ami nem árt másnak. Ne bánts, ne árts, istápolj, segíts! Sajnos ezt vezetőink, népeink nem mindig tartották be, ezért súlyos árat kellett mindig fizetnünk. Például 453-ban Attila és Buda fiainak véres összecsapása több mint 200 000 hunharcos halálát okozta. Krisztus előtt 1700 körül Tola fősámán parancsára a mértéktelen faírtás az erdős hüvesz cseppét a góbi sivataggá változtatta át, egész országokat és népeket semmisítve meg ezzel. Sokszor fenyegetett külső erő is, és fenyeget minket ma is. Azonban, ha összetartunk és törvényeinket megtartjuk, ezeket könnyedén visszaverjük. Legyünk óvatosak és jól informáltak, mivel az atlantiszi sáskanépek vezetői, ha tehetnék, adófizető szolganépeké tennék a föld összes népét, és a szárnyaló, vágtató szabad lelket az emberekből kiirtanák. Ez történt legutóbb is, amikor a római pápa a kordovai emírséggel szövetkezett a van magyarkai urukimani keresztény püspökség megtámadására és Bőstudunk karatán őrségének megsemmisítésére. A római pápa és a konstantinápolyi pátriárka is helyeselte Bőstudunk megöletését, mivel temérdek aranyából nem volt hajlandó a pápai tizedet megfizetni. Sajnos Bőstudun, Avaria főapátja, a Nagy Károly vezette rablóhadjárat ellenére megbízott a Krisztus utódjaként tisztelt római pápában, ezért leányait nyugati fejedelmekhez adta. A fejedelmek 795-ben Bőstudunt meggyilkolták, majd bevonultak Bécsbe és Győrbe, és kifosztottak minden urukimani templomot és kurgánt a világ csúfságára. Avária égi birodalma ezáltal meggyengült, a római pápa érsekei és a fejedelmek tovább fosztogatták a nyugati részeket. Ezt nem hagyhatjuk! Szervezzük meg ismét ősi hazánk, a melegvizek birodalmának a felszabadítását a 24 Huntör szövetség jóváhagyásával. Ukó boldogasszony és az ífeszítő népek istene Mátűn segítsen minket! Most mi foglalunk hont a 10 nyíl, azaz az onogorok népe. Foglaljunk! Üzzük el a fosztogatot a Avaria nyugati részéről! Üzzük el! A törzsfők egyeztessék ennek részleteit, és készítsék fel törzseinket a csatlakozni kívánó kabartörzsekkel együtt. De most hadd tereljen más mederbe a beszélgetést. Azt hallottam rólad nagy fősámánunk Edemen, hogy fiad ügyek, és menyedül választott emese, Öned Bejla Kazárkagán leánya, Kaspivár legszebb asszonya egy unokát ajándékozott neked.
Nagy fájdalmunkra, mint tudjátok, Emesének eddig két gyermeke is halva született, ezért attól tartottunk, hogy ügyeknek magva szakad. De Emese álma, miszerint az égből egy turulmadár megtermékenyíti, most végre valóra vált. A Megyer törzs, mint fősámáni törzs, szabad volt Kazáriától. Ezért Sárhelytől északra költözött, és asszúrügyeket erős fősámáni központtá építette ki. Asszúrügyek pompás és fényűző királyi városában vagyunk, a palotában. A hálószobában a fényes királyi pár alszik, ügyek és Emese. Emese álmában megjelenik egy fényes gyönyörű turul, és Emesével Nászra kell. Majd, mint szemkápráztató fényjelenség, eltűnik. Álma folytatásaként ágyékából egy patak indul útjára, amely országokat átszelve egy széles folyammá válik. Az álomnak megfelelően 820-ban a medvetor után Emese áldott állapotba került. Amikor eljött a szülés ideje, átkísérték a vörös szülőházba, ahol már előkészítették a szülés helyét. Forró vizet locsoltak a talajra, majd hamuval szórták be, végül gőzölgő lepedőkkel borították a fertőzés elkerülése véget. Az oltár mellett a bába víz és tűz áldozatot adott az égieknek. Ezután Emesét a küszöbre segítették, és elkezdődött a szülés. A szülés nehéz volt. A bába erőt kért az egek urától, hogy az ősi turulmadár segítsen. A turul erre megcsikkette a gyermek hátát, amire a magzat megfordult Emese méhében, és ordítva tört magának utat e világra. A gyermeket szavad, vagyis avar szokás szerint Álmosnak neveztük el. Emese sajnos a gyermekszülés után nem sokkal meghalt. Az álma azonban még utalt arra, hogy ágyékából nagy királyok születnek, de nem a saját földjükön sokasodnak meg. Ez az álom azt is jelzi, hogy el kell foglalnunk új hazánkat a melegvizek ősi hun birodalmában, a Kárpát-medencében, az ott élő rokon népeket erősítve. Most a 9. század végén három hun birodalom van. A Magyar Törzsszövetségnek az avarok meggyengült birodalmát összhunbirodalmi egyeztetéssel meg kell erősítenie, a Kazárigát le kell ráznia. Így a hun, az avar és magyar tudatosság továbbra is fennmarad a Kárpát-medencében. Ennek lényege, hogy a logikus értelmet az ízt, az érzelmes tudat a szusz beragyogja, és nem rövid távú adok-kapok, hanem hosszú távú bölcsebb cselekvést ad. A bűnvallás a kilenc bűvele titkos őrei, kivétel nélkül az avartudat hordozói. Bát Baján legnagyobb tette az volt, hogy ordos sámán világát összetudta fogni az avarok bát világával, és a magyariak tátos hiedelmét a sumír, anahita, anina és a szkíták Pécs-Tórem hitével. Ezt mi sem felejthetjük el. Ata Ízis, a napisten, és felesége Éda a hetedik égben lakik. Ennek kertjében van egy nagy hegy, és a hegyen az égig érő fa. Ennek a magas fának a tetejéről indul útjára a nap, a hold és valamennyi csillag. A napisten gyermekei sokszor civakodtak, ezért a fa gyümölcséből Ata Ízis ledobott egyet az alsó begekbe, és ebből is kinőtt egy nagy fa. Ezen keresztül küldte le gyermekeit, hogy népesítsék be az alsó világokat. Az istenvilágok után következett a jó szellemek és a jó lelkek harmadik, meg a rossz lelkek második égi birodalma egészen a nagy teremburáig, amelyben minden lélek elfér. Onnan a csillagok ütötte lyukakon minden elköltözött lélek figyelhette és segíthette földi hozzátartozóinak életét. Istenek fitvarában, égi hajlékában, Istené, Istenünk, ősünk, a magyarok Istene, ügyel mi rám. Áldassék emléke!
Megdölöm lovamra, hét sólyom szárnyát elereztem, helyjel eresztem a kantár szárát. Szállj fel áldott ló, szállj fel a légbe, légdül az égbe, Isten elében. Magyarok Isten a szája nyeredbe, hétréti egekből közén kereszkedve. Ronyt ellenségeink erejét, békítesd meg a békétlen ostobák forró fejét, vezesd népedet, hatalmas Istenünk. Százfélék vagyunk Ábrahámban, tervben, gondolkodásban, te egyek vagyunk minden cselekvésben. Őseink törvénye, végig az törvény, forgó széletámon, végig örökvény, ebből ered minden élet, halál törvény, hely a végeztő. Őtünk őszem, öreg emberünknek, vadonak ülés, a kisgyerekünknek, forgó hevelés, megérek behány, karázsdik az ágyat, rendelnek legénynek, szép leányam nagyot, helyi a végeztet. Jusson húza földön, húza vadgalomnak, volna termőt a fó, jusson vadszarvasnak, legyen korom húszánk, legyen véges végünk, örvendjünk vigadjunk, ameddig csak élünk, helyi a áldassanak az ősök, áldassanak és dicsértessenek, akik a szabadságért, a hazájáért adták életüket, vagy megrokkantak. Nem hagytuk szűkölködni özvegyeiket, árváinkat. Áldás rátok is! Gyerünk, vigadjunk, lakmározzunk!